A dr. Hásfalvi Péter általános iskola diákjai a hideg ellenére mosolyogva adták elő rövid ünnepi műsorukat. Nagy ecseri táncot mutattak be annak örömére, hogy az Ófehértúji általános iskola megújult, és szeptemberben már korszerűbb, 21. századi körülmények között kezdheti meg a tanévet. Az új műanyag nyílászárók már a karácsonyi dekorációt is megkapták. A község oktatási intézménye ezzel a fejlesztéssel fontos mérföldkőhöz érkezett. Ez a beruházás infrastruktúrális fejlesztésen alapult, 136 darab nyílászárót cseréltünk ki, illetve 3 darab ajtó kicserélése, és akkor ugye megtörtént a párkányoknak a új felújítása, illetve a maga a homlokzatnak kívül belül való teljes felújítása. A párkányokat összesen 166 méter hosszan cserélték az ablakokhoz illő műanyag változatra. A munkálatok során a belső térben sérült a festés, ezt mintegy 400 négyzetméteren javították a projekt keretében. Emellett 114 napelemet is elhelyeztek az iskola tetőszerkezetén. A fejlesztés minimális önerőből, javarészt a Magyar Falu program támogatásával összesen több mint 45 millió forintból valósult meg. Magyar kormány, amikor a Magyar Falu programot kezdeményezte 2019-ben, egy 10 éves időszakra tervezett a Magyar Falu felzárkóztatása, hiszen a 2010-es évekig a Magyar Falu kicsit el volt nyomva. Én 2000-től 2010-ig voltam polgármester, és a látásiskola, illetve az adósság alapvány az nőtt. Ezt az intézkedést fordítottuk mi meg, a vidéki embereknek is joguk van jó minőségű életet élni. Ehhez a kormány a Magyar Falu programnak sok intézkedése, talán 14 intézkedése van. Ebből egyiket a tankerületek pályázhatják meg, és azokat az általános iskolákat, vizes blokkok és egyéb kisebb felújításokat tudnak belőle megvalósítani, amit nem tudnak esetleg a TOP pluszból, a másik megyei forrásból, mint fejlesztési alapból megvalósítani, hiszen ott nagyobb energetikai beruházások, akár több százmilliós beruházás is meg lehet csinálni. A térség országgyűlési képviselője hozzátette, bár hatalmas előrelépés volt most a nyílászáró csere, az épület felső részén található tűzfalra is ráfér a felújítás, ez az intézmény új célkitűzése.